Minden országot lesz, hogy
ez a te életed. Ne légy a gonoszok ösvényére, és a gonosz szemük útján ne járj. Hagyd el, és ne menj rajta tovább, hanem is a kanyarod rád tőle, úgy fordítasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonosz útja olyan, mint a sötét éjszaka. Maguk sem tudják, hogyan vannak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet beszéleimre. Ne tévezd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében. Mert élet annak, aki megveri őket, gyógyulás az egész testének. Nagy szóval őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indulok ki az élet. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd át az ajtók álmosságát. Egyenes előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenes sik a mutat a lábadnak, legyenek biztosak mindaz útjai. Se jobbra, se balra ne térj le az útról, se gonosztól tarts távol a lábad. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Isten. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt az ábor, ömlött a szár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt az ápor, ömlött az ár, süvített a szél. Neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írás tudó. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Jézus! Kedves szeretett testvérek! Szent István életét olvashatjuk, akkor azért döbbenten látunk, hogy egy felnőtt férfi volt, ami úgy döntött, hogy megkeresztelte. Ő tudatosan lett keresztény. Gondolom, közülünk legtöbbünket gyerekként belekeresztelte, keresztelte. Szent István így döntött. Akkor is ugye a muszlimok ostromolták keresztény világot, volt a zsidó vallás elterjedt, állítólag már akkor Magyarország területén is élt a zsidó. De voltak más felekezetek is. Szent István majd miért pont a kereszténység mellett döntött, hogy felnőtt férfi? És a kereszténység. Az gondolom őseiket nagyon bölcsen, Szent Hámos. Ez a kereszténység. Egy szeretett közösség. Múltkor direkt tudatosan úgy olvastam hozzá az új szövetségét, hogy lássuk, hogy a Szent Háromság és az Isten személyei között milyen a kapcsolat. Jézus nagyon szeretett mennyire. És a Szentlélek Úrviselet is. 12 évesen, amikor elveszett, anyukája Magyar Jövő tárgyalatot szeretett kérdezni. Miért tetted ezt velünk? Hát nem tudtam, hogy ez én mennyi atyám házába kell legyek. És később is. Minden döntés, amit visszavonul hegyekbe, és azt írja a Szentírás, hogy egész éjszakát a mennyi atya imádásának tölt. Később is azt mondja, hogy az én eledelem az, hogy annak az akaratát teljesítsen, aki küldött engem. És Jézusnak a mennyei atya iránti szeretetét semmi nem tudja összetörni. Nagy csütörtök, nagy péteket ott a kereszten, utolsó leheletére, atyám, kezed a kajába lelki. Igen. Feltétel nélkül nagyon-nagyon szereti Jézus Krisztus mennyéket. De mennyi atya is úgy tűnik, hogy nagyon ragaszkodik az ő drága Szentfiához. Megkeresztelkedésekor, ime az én szeretett fiam, aki meg kedvemet talál, hát őt hallgassa. Milyen szép, távol egyé, ugyanis. De a Szentlélek is ott van velünk. Jézus ugye mennybe menetel előtt mondja, hogy ha én elmegyek, atyám helyettem egy új vigasztaló, a vigasztaló Szentlelket, aki mindent eszedbe jutott nektek, megmagyarázza. Nagyon jó. Igen, testvéreim, a Szentírásban olvastam, azt látom, hogy három isteni személy, végtelen,
széket járni, biciklizni, úszni, családolni. És az a cél, hogy felnőjünk a megyei atyánkkal egy asztalhoz ülni. Megyei rakomára mindannyiunkat hazavár. A végtelen bevarangolni, megismerni, örök élet kell, izgalmas, csodálatos. Isten azt akarja, hogy velünk általunk teremtse tovább a világot. Meghívott. Döbbenetes, szívhívatás. Gyönyörű a kereszténység, testvérek. Most én nem ítélem el a egyismerjük, Mohamedán, zsidókat, mindent, de én azt látom, hogy a mi hitünk sokkal ragyogóbb, sokkal szebb, sokkal gazdagabb. Szent István valószínű ezért döntött a kereszténységben. Mert ez egy olyan király út, aminek van eleje és vége, cél. Járható ez az út. Jó, hogy keresztények vagyunk. Újítsuk fel ezen a szép ünnepet. Mi is tudatosan Krisztushoz, a Szent Háromsághoz való élő szeretet kapcsolatunk. És hogyan akart Szent István az ő népéből egy keresztény nemzet formálni? Ugye mi azt mondjuk, hogy a magyar nép védőszentje Szent István király, és igazunk is van. De Szent István megkeresztelkedése után, hogy ezerben megkapta a koronát, nagy ünnep volt, vajon akkor a Kárpát-medencének ki volt a védőszent? És a történészek erre válaszolt. Szent Márk. Gizella, Bodo Gizella, Franciaországból, Burgundiából származik, arra a vidékről, ahol Szent Márton él. És egész biztos, hogy elmesélte az ő drága férjének Szent Márton életét. Ugye Szent Márton Kárpát-medencében született, és a római császárnak hadvezére, sőt, a személyes gárdájának, testőrségnek a hát vezére, tisztje. És akkoriban volt ugye a valók, betörtek Franciaországba, betörtek római birtokba. És hát a császár személyesen vezette a hadjáratot, az országba betörő ellenség népvel szemben. És bizony találkozott a két sereg. A csata előtti este a császár minden tábornokának ajándékot adott. Hát, úgy látszik, akkor ugye a prémiumot nem a munka végén, hanem elején fizették ki. És Szent Márton nem fogadta el a császár. Azt mondta, hogy ő keresztény. És ő azt tanulta, hogy az ellenségét nem legyőzni, hanem meggyőzni kell. Hogy Jézus Krisztus nem legyőzte Saul-t, meg a többieket, akik ellene lázadtak, bántották, hanem szeretetével, jóságával megkeresztelte. Hát csoda jó, hogy azért nem végezték őt ki. A császár azt mondta, jó, ott az ellenséges harcban, holnap átmész, beszélgetni, csak előtt velünk, de fegyver nélkül. Hát gondolták, hogy egyből felkoncolják őket. És Szent Márton oda ment, hogy mit beszélt itt, nem tudjuk. Hát milyenkor sajnálja az ember, hogy az időben nem voltak ilyen paparazzi, hogy szépen megörökítették, hogy milyen jó lenne megnézni, hogy mit beszélt Szent Márton. Tény az, hogy elmaradt a csata. Sőt, Szent Márton elhagyta a tiszti rangját, és az országra betörő ellenséghez költözött. Hosszú évek, nagyon izgalmas az évek. Volt, amikor elhajtották, volt, amikor nagyon szép eredményeket ért el. És végül ma Frank birodalomnak ő
a védőszent, a Bajcsony szent. 700 valamennyi templomot építettek az ő tiszteletére. Ami nekünk Szent István, az nekünk Szent Márton. És igen, amikor Szent István megkapta a koronát, akkor ő is Szent Márton tiszteletére ajánlotta fel Kárpát-medencét. Testvérem, a védőszenteket nem szokták elküldeni nyugdíjba, de tény az, hogy évek, évszázadok alatt Szent István személye elhomályosította Szent Mártont. Egy pár évvel ezelőtt Szent Márton évet hirdetett a Magyar Katolikus Egyház, és ugye akkor lelőtt a tiszteletét valamikor Adai is ugye Magyar Szent Korona területe volt, de egészen biztos, hogy mindannyian védőszentje Szent Márton. Ez olyan fontos esemény volt, mint hogyha most mondjam úgy, hogy amerikai légcsillagos táborút lemondan a rangjáról, és beköltözne a talibánok közé Afganisztánba. És elkezdenék őt szeretni, bíztatni, bátorítani, megkeresztelni. A pogány frankokat igazából Szent Márton, és az ő papjai keresztelték. Adná az Isten, hogy tanuljunk tőle. Ugyanezt csinálta Szent István. Az ő népét szeretettel, jósággal, minden tízfal építsen szépen egy templomot. És papokat kérdezte, és letelepítette őket, és tanította. Szent István szelleme lelkületet visszatérne hozzá. A kereszténység, a szeretet vallás összetart, egyek van. És biztos, hogy vannak sebek, problémák, nehézségek az életben, de az lenne jó, hogy egymásnak ki tudnánk engesztelni, hogy jó testvérek tudnánk lenni. Nehéz ez az út, meredek ez az út, így az testvérek. Képzeljék el, hogy ezelőtt vagy 4-5 évvel éjjel 11-12 felé verik az ajtót. Hát én mindig azt szoktam mondogatni, hogy este 9-et dolgozok, aztán utána hagyom a végén. Hát az egyik kollégának volt, hogy akar minden áron beszélni vele. Mondom, hol van kicsi szél? Szerintem ezt most meg kell beszélni. Na jó, van, kinyitottam az ajtót. Hát elmeséltem, hogy ez a lány 5 éves korában került hozzám, nálunk szépen leérettségizett, és utána nevelőnévé akart lenni, és nálunk is dolgozott. 22 éves, ragyogó, szép lány. És azt mondja, hogy papá, csak képzeld el, megkerült az apukám. Hát mondom, gratulálok, nasztán, hát hogy? Hát azt mondja, hogy éjjel, 11 felé, hát ember fiatal nem tud aludni, hiába szintén. Facebookot, hát ő bizony beírt az apja nevét a keresőbe, hát csak a keresztnevét tudta, meg azt, hogy Bonzsoán él talán, meg azt, hogy Szakács. És addig keresgélt, hogy végül megjelentett férfi. Azon elkezdett csettelni, és összebarátkoztak, mondom ennek a férfinak is imponált, éjjel, hogy felkeresi. Ilyen szép kislány, meg minden, beírta neki, hogy hát mi rokonok vagyunk. Ez kiderült, hogy szóval így igaz, mert 22 évvel előtte volt egy jó sikerült megényes a Bolozsváron. Mi úgy sikerült, hogy ennek az embernek visz a két lánya is született, nem ugyanattól az asszony. Na, én ebben nem mennék belé, elég az hozzá, hogy hát egy darabig fizette is a gyerek utána pénzt, aztán elment Amerikában, nagyhajóra elszegődött, Szakács, hullám, visszacsapott a fejeként. Szegény asszony, hát egyedül nem is boldogult, meg eléggé. Hát na, nem ítélkezünk senki fele, végül látta a gyereket hozzá. És én ott találkába felneveltem a gyereket, mint minden. És ült ott velem szemben ez a nagylács, azt mondta, Babácsi, most mit csinál? Hát mondom, ő meg. Nem volt apám, most végek ugye, hogy bólja hozzá a gyereket, apám a Facebook, a világ.
vágyat, érettségüket, vágyat, és egyszer csak megjelenik. Nem könnyű ezt, hogy lenyelni ezt a nagy békát. Hát én mégiscsak mondtam ezt és azt is, hogy 22 éven elvonultatok az életetek. Most tényleg jó, kicsi voltam, még engem is kérni, hogy imádkozzunk előjönnek az apukát. Most megvan, valahogy meg kell bocsájtani meg mindent. És nagyon ideges, hogy felállt, kirúgta magamat a széket. Szóval nem tudom, és kész. Imádkoztam és érte, aztán hogy vette a szabadságot, elment, eltűnt, és körülbelül egy a jó 3-4 év múlva, hát egyszer megjelent, le volt égve az arca, ki volt cserepesen a száj, minden, ki nem volt oda. Hát azért olvasta az újságban, Pécsi autista gyerekek tábort szerveznek, és elment önkéntesen segíteni oda. Aztán egész végig azon gondolkozott, mondtam, hogy tudna ő az apjával kiengesztetni. De úgy gondolta, hogy ez egy olyan nagy bűn, amit az apja vele szemben elkövetett, hogy azt csak úgy egyszerűen nem lehet megbocsátani. És végül ez az egyszerű árvaházban felnőtt gyerek úgy döntött, hogy gyalog fog hazajönni Pécsről, beszélni akar az apja bűneiért. Többet. Tanítása.
kilenc után összeomlott Jézus, igazából állam csőd. Hát a szegény Ceausescu bácsi lett volna, hogy fizessen, majd a bőrön a király, de elfogott a pénz, becsődült a nyár, vállalat, és egymás után minden bezárt. Nagyon sok gyerek került az utcára, holdultak, ott állt a templom előtt, hát a mi templomunk sokkal kisebb. És én bizony, amikor mondta, az Úr legyen veletek a hívák, és a hírek elmentek, láttam, hogy hát a forduló gyerekek sorfalak között mennek el. Hát mit tehettem volna? Meghívtam a gyerekek előre egy ebédre, aztán egy tábor szerveztem neki. És amikor a tábor véget ért a két év múlva, na mondtam, buszi, lehet hazamenni. Kislány, 5 éves kislány elkezdett sírni, csinálunk egy édes tábor. Na aztán azok talán 25 éve mint tábor. Az elején, hát 93-ban, hát ugye mondom itt is, de nálunk a kommunizmus még keményebb volt, hogy önöknél civil a pár. Hát a gyereknevelés az állami monopólum. Ez olyan, hogy mint hogy csináltam volna egy szivar, vagy egy cigarettagyár, az lehet hamarabb, a pálinkát kezdtem. Szavarát elnéztünk volna. Gyerekek, neve, katolikus kopi, magyar is a tetejében meg, kapap is, szerzetes, hát kivel az összes krisztusit tépődik. Annyi baj, hatalán lett, hogy mondjam, maga a menyei, a főtan felügyelő mondta, hogy be fog zárni és megnyomorít, mert ilyenek mondtak, én mindig mondtam, hogy vigyék el a gyerekeket, én nem ragaszkodok össze, azok maguktól jöttek hozzám, minden nap többen volt, azt sem voltak, enni adja, minden város szóval sárkodik. És akkor mind gondolkoztam, most mit lehet csinálni? Hát szeretnek, egy parancsot, amit Jézus Krisztus nekünk, a szeretet parancsát, nem? Hát én vettem a gyerekeket, akkor volt a polgármesternek a születén, a névnapja, Mircsának hívták, és elmentünk a gyerekeket. És mondtam, gyerekek, ő a város legjobb ember. Az állá, gyámot, összvegyek, vigaszkodjon. Én aki jól tudtam, elmondta róla, ha nem lenne ilyen jó ember, én se szavaztam volna rá. De ő itt az állát adja. A gyerekek nézték ezt a nagy jó ember, szegény, hát én csak dicsértem, nem mondtam, mondja. Mondta, énekeljek a gyerekeknek, a gyerekek énekeljek. Minden, hát erre az irodából kijöttek a lányok, ugye, hogy dolgoztak, hoztak mindenféle sütemény, kólát, ilyesmi. Volt egy nagy filodendrum, mi leültünk az aljára, piknikeztünk, hogy kaptam irodába, hát minden fél templom, nagy olyan kommunizmus, hogy megadták a módját, minden. És a végén mondtam a lányát, hogy gyerekek, ilyen jó ember, mi nálunk jó ember, az a polgármester. Hát ő az állvább atya, hát nem is csodál. Mondom, és ha nem lesz, ahol lakjunk, akkor majd eljövünk hozzá, hogy ilyen van irodába. És szegény ember, hogy nézett rá, én csak jót mondtam róla, dicsértem, hogy tudtam, és elkezdett mosolyogni, és akkor hát utána megkerestek, és nem csak, hogy megkaptam mindenféle engedélyt, ami engedélyt, ilyen Romániában dolgok, bürokrácia az eléggé fejlett, na hát, hanem később is, hogy tízszer választották újra ezt a polgármester a díva előjárójában. És a következő választás előtt eljött két láb narancsal, banánnal, mindennel, azt a hátőről, az állat. Na hát persze megköszöntem, mondta, az gondolkoztak is viszi, hogy jó hoz. Mondta, nem, nem, csak gyerekek imádkoznak, ezt tudja, ezt befogtunk. Nézzük, újra, és aztán egyszer, hát jöttem választásról, akkor is hozott nekünk narancsot. Hát kiderült, hogy ez a korrupció, hogy be akarják az átkörül. Nem tudom, hogy hát ha lehetne imádkozni. Imádkozni. Kapok 4 éve, de felfüggesztettem, úgyhogy hogy mondjam. Na, úgyhogy igen, jól köszönöm. És eljött az az idő, mikor engem Dévá díszpolgárra adta. Én azt gondolom, hogyha én azokkal az emberekkel elkezdtem volna kiabálni, veszekedni, élem meg. Jézus Krisztus olyan irány mutat nekünk, ami válasz. És nem csak a hatóság,
mondom, én el se hittem. Azt mondja, az asszonynak ott van a hely. Mondom, jó, hogy jöjjön utána, hálószak, virág, valahogy csalász. Azt mondja, hogy ilyen hülyeségek, hogy nem költi a pénzt, virág, utána felhossz. Mondom, nem utása, hogy még csak egy kötél többbe kerül, hálószak, virág, minden. Próbálom, hogy többet ilyen nem csinálom, hogy a maga ember tényleg felakasztotta magát. Hál' Istennek a szomszédok leválták, én nem is tudok beszélni. Utána feljön nekem, és azt mondja, hát minden küldöm az az asszony? Hát mondom, nem akar hazamenni. Hát igen, meg ilyen hitván, meg olyan hitván. Hát mondom, annyira hitván lenne, akkor még kell engem hívogatni, nem? Jöjjön utána. Ezt értsen meg, a magyar ember az olyan, mint a fenyő inkább. Törik, de nem hajlik, de nem jön sem el, vonatalázik. Hát mondtam, hogy érzem, hát én nem csinálni. Hát vettem neki egy csomó virágot, tudom, mert mondom, a férjek, azt mondja, hogy azon mondom, mert férje nem olyan virág, mint ugye, hogy van. Ismertek, mit mondjak én erre, külön, hát nem az a kéne, ő nem jött az. Mondom, szeretni magát a férje, az biztos nem szeretni. Mondom, hogy ne szeretném, nézze meg, itt vagyok 60 éves, senki a világ éppen nem akar megvalni, nem? Ez a hitmás, hogy is így felakasztotta magát, és volat elé akar szükni, szereti magát, ezt nem szereted, nem hülyét. Ne menjünk bele, inkább gondoljon arra, hogy hazamegy a férje, nincs asszony, üres a ház, nincs gyerek. Hát miért kell menni az életet? Hát inkább elhúzza magát az életet. Szereti az életet. Maga lépni. És emlékszem, nézett ez a nő, és azt kérdezi, de atya, akkor mi nem mondjuk? És ez a nagy kérdés. Mi nem tudjuk egymásnak elmondani, hogy fontos vagy, hogy szükségem van rá, hogy nélküled az életed üres, értelmetlen. Milyen jó lenne, ha tényleg Szent István lelkület a szellem átjárna bennünk. Ha tényleg ezt a kereszténység, a Szent Háromságos Egyisten hité, ragaszkodása a magunkévá tenni. Ha népünk ősi lelkivezetője, védőszentje, Szent Márton szellemében, mi is a másképp gondolkozunk is, a másképp érzünk, a más nyelven beszélő emberhez is szeretettel le tudnánk hajolni. Én hiszem, hogy a párbeszéd, a szeretet, a jóság, az olyan, mint az áldott nap, jobbá tesz a környezetünket. Ki szereti a földből a napot? És még ezekről talán egy gondolatot még elmondani. Hát ugye, ki gyereket nevel, azt tudja, hogy hát nem minden nap találcsunk, azok a gyerekek bizony tudnak nagyon bóviszak is lenni. És hát ugye, mikor például sokkal, tudsz a gyerek, minden, hát ezért nem körülbelül, nem is időben magadok. Na, egyszer egy tavasz felé nagyon-nagyon elmondtam a keserűen. Éreztem, hogy akár mit csinálok, az nem működik. Na és kimentem az erdőbe. Sétáltam, hol a tavasz volt még. Igazából a hó elolvadt, de még nem zöldült semmi. És elfáradtam, és egy csodatlan leültem, és ott előttem egy hatalmas, göcsörös akácfa. És néztem a fát, és arra gondoltam, hogy rettem akácfézet. Vajon, ha én neki mennék ennek a fának, faragófészre, láncfűrészre, vajon ki tudnák-e sajtolni belőle egyetlen csepp nektár, mézet? És beláttam, hogy erőszakkal biztos. És elvihetném ezt az akácfát, bármilyen, mit tudom, laboratóriumban, nekem desztilláljanak ott a gyökeréből, törzséből, ágából, akárból, akácfézet, nem tudnám. De ha türelmes vagyok, és megvárom, hogy ezt áldott napfény átölelhezett rá, hogy a jó meleg tavasz eső megöntözze, ez az akácfa magától kivirágz, mert felkeményen egész biztos, minden akácfa arra vágyik, hogy fehér nászlóába öltözze, hogy a világ összes mélyecskéjét meg tudja vendégelni. Egész biztos, erre vágyik az a fa. És ültem a
falat, és úgy éreztem, hogy megvilágosodtam. Érde. Igen, nem faragó felszínen kell egymásnak neki menni. Nem, mit tudom én, lázfűrésszel, mindenféle makinációval, hátsó gondolatokkal, hanem egyszerűen, tiszta szívvel, jósággal szeretnünk kell a másik. Azokat is hallgassuk, vágyd alól a jósságosan,
Te, aki jössz és valamikor mindig. Thank you.
vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret is, majd ismét hálától odaadta tanítványainak és íz. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kenyerem, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Thank you.
bárány, neki elveszi a világot mindenkit. Boldogok, akiket meghív, azt találkozott, az Isten. Yeah.
király indításával, a sötétség az igazi hit világosságára vezettél, a földi életem fogad be jóságos a mennyei országokba is, Krisztus a mi véget ér, járja most békével. És Istennek